Bartók önparódiája a népdalgyűjtésről. Szerelmének, Gelyes Steffinek Budapestre, 1907. Az utas belép. Isten áldja meg. A parasztasszony. Jézus tartsa meg. Utazó. Hát hogy mint vannak? Parasztasszony. Hát mi csak megvónánk valahogyan, bajaink esvadnak, munkaes vagyon elég. Utazó. No, hát valahogyan csak megbirkóznak vele. Parasztasszony. Hát az úr mit kíván? Kislányához. Hozza csak egy széket az úrnak, itt a szék, ülj össze le lányához. Erejszétek be a malacokat. Utazó. Hát lássa csak, olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Parasztasszony. No? Utazó. Azt mondta itt a szomszéd asszony, maga tudna a féle régi-régi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult. Parasztasszony. Én régi nótákat, ugyan ne bolondozom velem az úr. Utazó. De nézze, csak ez nem bolondság, egészen komolyan beszélek, csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, hogy megkeresem ezeket a régi-régi nótákat, melyeket csak itt tudnak. Parasztasszony. Hát aztán, mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkesztik? Utazó. Dehogy. Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megőrizzük, hogy föl legyenek írva, mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Mert lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg, pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak. No, ugye? Hát 50 év múlva már hírüket se fogja hallani senki, ha most fel nem írjuk. Parasztasszony. Ugye? Nem, én mégsem hiszem. Utazó kétségbe esve. De nézze csak! Nézze csak, néni, ezt a kis könyvet, lássa, ezt mind itt írtam le. Ezt Gegő András név énekelte, ezt meg Kossa Bálintné. Fütyüli. Na, ugye, maga is ismeri ezeket? Parasztasszony, aj, elmúlt már az én idő. Nem arra való az ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekvel foglalkozzon. Én már csak a szent énekeket tudom. Utazó, dehogy, maga nem is olyan vénasszony, s a többiek, Csaba Istvánné, meg Hunyadi Ignácné, mind azt mondták, hogy maga nagyon sokat tud. Parasztasszony, aj, nem olyan már az én hangom, hogy... Utazó közbevág, nem kell ide olyan erős hang, ha csak egészen gyöngén fújja, úgyis jó lesz. Parasztasszony, vaj egyet, vaj kettőt tudnék, de ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Hej, haj, régen nagyon sokat tudtam. És a sok munka a súly egye meg, elveszi a kedvünket az énekléstől. Mikor még lány voltam? Utazó. Igen, igen, gondolkozzék csak vissza, hát ha eszébe jut valami a régiekből. Parasztasszony fiához. Jersze Viddesz, tehát Ábrahám Istvánné, az oda át van a kalákába, gondolkozik hosszan. Eszembe jutott egy. Utazó fölcsillanó reménysége. No, halljuk, halljuk. Parasztasszony. Hát aztán, hogy es mondjam, csak úgy szóul. Utazó. Dehogy, hanggal, ahogy énekelni szoktak. Parasztasszony belefog. Ezt a kerekertőt járom én, ezt a barna kislány várom én. Ez nagyon szép régi ének, utazó. Tudom, tudom, ez nagyon szép, de nem tud-e valami régebbit? Na csak gondolkozzék. Parasztasszony, még régebbit? Gondolkozik. Hirtelen a lányaihoz. Kutya terengedték, miért nem eresztettétek ki a libákat? Reggel, mikor bézártam volt az ajtót, mondám, hogy ne eresszétek ki, csak délebédre. Gondolkozik. Kínos szünet. Na, eszembe jutott még egy. Rózsabokorba jöttem a világra, három falu gyűjt utánam lihágva. Utazó közbevág. Jaj, ez nem jó. Ez nem is régi. És olyan urasnóta, ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
parasztasszony, de amit most mondok, azt még nem írá le az Úrfi? Ezt a kerek erdőt járom én, utazó, hiszen ezzel kezdte, ez nem kell. Végső lemondással visszadugja a zsebébe a könyvecskéjét, tollát. Parasztasszony, szent éneket sokat tudnék, Mária Magdolna éneke? Utazó, megvetése hallgat. Parasztasszony, ennél szebbet sohut se hall az Úrfi. Utazó, nem tud-e valakit, aki ilyen régi-régi éneket tud? A nagyanyja hon van-e? Parasztasszony, elmenne takarni, kalákába, hallana az Úrfi eleget, ott úgy énekelünk. Utazó, jó, de nekem most kellene a nóta, ki tud olyan énekes? Parasztasszony, Sándor Gyurkán éhelyt lakik, ülj el az utcán, a sarkon, csak az annyit tud, östig se győzni elmondani. Utazó, hát akkor hozzámegyek. Parasztasszony, menjen csak az Úrfihez zá, sokat tud, ha egy-két deci pálinkát megiszik? Utazó, merre is menjek? Parasztasszony, nem erre tovább az út, ahajt, rövidebb az út. Utazó, köszönöm, köszönöm, Isten áldja meg. Parasztasszony, a mindenható segélye meg. Utazó megtörve távozik. Da capo al fine, reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig. Sokszor üdvözli Gyergyóból Bartók Béla.